Itt ez az alsó, ami megmutatja a 440 forintos benzinárt. Tankolás mindössze egy ezresért. Sok autósnak már a mostani benzinárak is szinte megfizethetetlenek, pedig itt ennél az adivárosi kútnál 433 forintba kerül a 95-ös literje, 4 forinttal olcsóbb, mint általában. A sofőrök többsége inkább többször és kevesebbért vesz üzemanyagot, azt mondják, érthetetlen, hogy ilyen magas az üzemanyagok ára. Esetleg lehet, hogy kevesebbet fogunk tankolni, kevesebbet fogunk autózni, de hát ez nem... Azért annyira nem reális, hogy ennyire irreálisan fölviszik a benzinárát. Ez szinte elképesztő, hogy ilyen magas ma. Pedig lesz ez még rosszabb is, a következő hetekben előbb egy kicsit olcsóbbá válhat a benzin és a gázolaj, aztán júniusra újabb rekordokat dönthetnek az üzemanyagok árai. Egy liter akár 500 forintba is kerülhet, mondják az elemzők, az ok pedig a gyenge forint és az iráni atomprogram körüli feszültségek. Az iráni olajexport csökkenése jelentősen drágítja majd az olajárát, a drágulás pedig napokon belül átgyűrűzik a benzinárába. Csak akkor úszhatjuk meg a 5000 forintos üzemanyagárat, ha időközben megállapodás születne az IMF EU hitelügyében. Ha nem lesz megegyezés, akkor viszont jön a soha nem látott benzincsúcs Magyarországon. Ennek következményeként pedig a sofőrök tömegesen mondhatnak le autóik használatáról, és szállhatnak inkább tömegközlekedési eszközökre, mintsem hogy volán mögé üljenek.